Nagy tisztelettel köszöntöm a Bábolnai Televízió nézőit. A Bábolnai Általános Iskola és az óvoda közvetlen kapcsolattartásának egyik jellemző és fontos állomása az iskolába hívogató elnevezésű rendezvény. A pedagógusok a leendő elsősök számára március 4-én mutatták be azt az intézményt, melynek falai közt szeptembertől tanulnak majd. Óvodásoknak és szüleiknek készültek iskolába hívogató programmal a Bábolnai Általános Iskolában. Kiváló megoldás, hogy amíg a szülőket az intézményben folyó oktatási tudnivalókról tájékoztatják, addig a leendő iskolás gyermekek foglalkozásokon vesznek részt a tanítónénikkel. Két alkalommal várjuk az ovisokat, márciusban és áprilisban is, és egy kicsit szeretnénk bemutatót tartani nekik, bemutatni egy kicsit az iskolát, hogy mégis lássák magát az épületet, ismerkedjenek a pedagógusokkal, mindenféle játékos feladatokkal készülünk, vannak kézműves foglalkozásaink, mindig kreatívan kitalálnak a kollégák mindenféle ötletes dolgot, amit a kicsik is meg tudnak csinálni. Ezt mi előre gyártjuk, és nekik már csak tényleg össze kell rakni ezt a kis munkát, és aztán végül is egy kis ajándékkal térhetnek haza. Aztán van olyan terem, ahol interaktív játékokkal játszanak a gyerekek, ezt is megismerhetik az óvisok, ugyanis most már az iskolában ez is előfordul nagyon sokszor, hogy az órán interaktív táblát használunk, és a tananyagot ezen keresztül ismerik meg a gyerekek. Fejlesztés is zajlik ilyenkor, persze csak az ismerkedés szintjén és az előrelátás céljával. A pedagógusok gyakorlatilag felmérik az óvodások mozgáskultúráját, irányismeretüket, a sorozatok különbségek felismerésére szolgáló játékokkal készülnek az egyórás foglalkozásban. A pedagógusok számára is rendkívül hasznos ez az első találkozás, mert rengeteg információt nyújt a leendő iskolások meglévő tudásáról, a gyerekek kapacitásáról. A programokat forgószínpadszerűen valósították meg, hiszen ez bevált módszer az intézményben. Fényderül arra, hogy főleg a fejlesztőknél jön ez nagyon ki, hogy ki az a gyermek, akinek gondja lesz esetleg a tanulással, de az is lehet, hogy éppen abban a pillanatban ez a gyermek akkor nem tudta ezt úgy megcsinálni, tehát ez nincsen kőbevésve, ezt igazából akkor fogjuk megtudni, amikor feljönnek iskolába. A gyermekek számára egyfajta biztonság érzetet nyújt az, ha nem az első tanítási napon találkoznak a tanítóval és diáktársaikkal, ha már van egy előzetes élményük az iskolával kapcsolatban. Az iskolába hívogató program azért is annyira ötletgazdag, hogy a gyerekekben csak is pozitív élményeket hagyjon. A lovasiskola berkeiben az elmúlt napok már a következő tanév előkészítéséről szóltak, hiszen a pálya alkalmassági elbeszélgetésre behívott leendő diákjaik kerültek látókörükbe március 6-án. A lovasiskolában már a következő tanév előkészítésén fáradoztak azáltal, hogy behívták a leendő tanítványaikat. Olyan diákokat, akik nagy valószínűséggel ezt az iskolát választják a továbbtanulásuk helyszíneként. A beiskolázási találkozó több lépcsős, az elmúlt alkalom kiválóan sikerült. Körmendi Csaba igazgató úgy fogalmazott, a jelentkezési lapok leadása már megtörtént, most a pálya alkalmassági beszélgetések ciklusa kezdődött. Mi azért gondoljuk, hogy konzervatív gondolkozású iskolaként, konzervatív gondolkozású pedagógusokként, illetve helyesebben részben konzervatívként. Mi azért szeretnénk látni azokat a gyerekeket, akiket fel szeretnénk venni, illetve szeretnénk látni azokat a diákokat, akik hozzánk adják be a jelentkezésüket. Nem csak csupán a papírból, meg az eredményekből szeretnénk tájékozódni arról, hogy tényleg ide szeretnének eljönni, tényleg itt van-e a helyük, hanem mi szeretünk megbizonyosodni erről kicsit konkrétabban, egy kicsit pontosabban. Az elbeszélgetés nem csupán szakmai kérdéseket feszeget. Ez a találkozó a személyiségek és az iskolával kapcsolatos elképzelések, elvárások kiszűrésére is szolgál, de feltérképezi a diákok várható teljesítményét is. Ezt szolgálja a tornaszobában megtartott felmérés állóképességvizsgálat.
A fizikai állóképesség vizsgálata egy nagyon fontos része a mi felvételi eljárásunknak. Ugyanannyi pontot lehet rá kapni, mint a szakmai részre, meg a beszélgetés részre, ugyanis a lovász munkája az egy nehéz fizikai munka, és ahhoz, hogy ezt megfelelő módon, megfelelő pontossággal, megfelelően el tudja látni egy lovász, ahhoz neki rendelkeznie kell fizikai adottságokkal, és erről szeretnénk meggyőződni a fizikai állóképesség felmérésnél. A lovasiskolában 2-28 fős osztály indul. A pályaalkalmassági beszélgetés során így a felvételre kerülő diákok listája is kirajzolódik. Akik ugye a képzett rangsorban az első 56 hely egyikét foglalják el, egészen biztosan fel fogjuk venni az intézménybe. A lovasiskola nagyon népszerű oktatási intézmény, most is szinte kétszeres a túljelentkezés. Az ország teljes területéről, sőt Felvidékről, Erdélyből és Vajdaságból is jelentkeztek tanulók, akik a lovas életben képzelik el jövőjüket. Fontos tudnivaló, hogy az érettségizettek számára később szerveznek pályaalkalmassági elbeszélgetést. A nőket köszöntjük március 8-án. Városunkban sem feledkeztek meg a lányok, hölgyek, asszonyok köszöntéséről. Ezúttal is dalos megszólítással éltek a szervezők. A Szabadidőközpontban Serbán Attila énekes színész állt pódiumra a nők szórakoztatására. Zsidi Sándor alpolgármester köszöntötte ünnepi gondolataival a Szabadidőközpontban szervezett nőnap megjelent résztvevőit. Az önkormányzat és férfi társai nevében megtartott köszöntőben az alpolgármester a nők iránti tiszteletét fejezte ki. Mint fogalmazott, a nő a fény, a meleg és minden, ami jó. Semmihez sem fogható, és semmivel sem boldogható. Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása. Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa. Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik, és mi ő érte. Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma, és minden nap önként megtesznek. A tartalmas mondatok után az alpolgármester gondolatban minden jelenlévő nőnek egy szálvirágot nyújtott át, majd ünnepi műsor vette kezdetét. Serbán Attila, a Budapesti Operett Színház és a Madách Színház művésze állt színpadra azért, hogy találkozhasson elsősorban a hölgyekkel, akik elsőként a nagy sikerű Rómeó és Júlia című darabból hallhattak egy dalt, amit persze sok szép másik követett szórakoztatásukra. Különleges sporteszközöket kapott szülői felajánlás révén a Százszor Szép Óvoda. A csöpségek már január óta használják kedvükre a mozgásfejlesztő bosulabdákat. A tornaszoba egyfajta szentély az óvodában, amit szinte minden nap használnak a Százszor Szép óvodában. Minden csoport kap egy napot a hétből, hogy testnevelés foglalkozását megtartsa. Ez a foglalkozás az egyik legkedveltebb a gyerekek számára, akiket nem kell nagyon noszogatni a mozgásra. Az intézmény számára rendkívüli adottság a tornaszoba megléte. Nagyon jó felszerelt a tornaszobánk is. Igyekszünk mi is mindig pályázatokat nézni, meg a fenntartó fele jelezni, hogyha valami olyanra szükségünk van, de most olyan meglepetés ért minket, hogy egy szülői felajánlásból sikerült még tovább fejlesztenünk ezeket a mozgásfejlesztő eszközöket, tornaeszközöket, hát ez a bosulabda, amit sikerült beszereznünk. Igazából annyit tudtunk venni, hogy egy kis csoporttal tudunk foglalkozni. Hát 10 labdát kaptunk, így ez pont jó, nem is nagyon szoktunk több gyerekkel egyszerre foglalkozni, mivel a hely is erre a gyerek létszámra adott, meg egy pedagógus ennyi fele tud figyelni. Az új eszközök nagyon sokrétűen használhatóak. A bosulabda olyan, mint egy félbevágott labda, mely minden izmot megmozgat. Aki ugye állt már ilyenen, vagy el tudja képzelni, hogy milyen ezen állni, tudja, hogy a fejtetőtől a lábujjig szinte minden izom mozog. Ezért is nagyon jó dolog, mert sajnos a mai gyerekek már nem mozognak úgy, és nem mozognak annyit, úgyhogy ezzel a labdával igazából kiválthatunk mindenféle mozgást. A labda nagyon népszerű lett a gyerekek körében. Január óta használják.
Az óvodában a megfelelő szakirodalmat is felkutatták a labda felhasználására. Az intézmény nagyon hálás a felajánlásért, hiszen ezek az eszközök nem olcsók, ugyanakkor rendkívül hasznosak a gyerekek egészsége szempontjából. Az óvodai nyílt napon az ajándékozós Kuba István is örömét fejezte ki, és örömmel nyugtázhatta, a lehető legjobb helyre kerültek az eszközök. Örülök neki, hogy a gyerekek ezt elfogadták, és hogy tudják is használni. Valóban kemény, tehát én látom, hogy ez nem is egy egyszerű feladat, tehát remélem, hogy tényleg tudják arra használni, amire ezt ugye kell. Tehát ugye egy képességfejlesztő, egy jó gyakorlatok végezhető kell ez a labdával. A bosulabda napi szereplő lett a Százszor szépben, ahol a napi vidám móka és önfelett, ugyanakkor fejlesztő játék tevékenység mellett a testmozgásra is kiemelten odafigyelnek. Rendszeresen beszámolunk nézőinknek a Bozsik labdarúgó tehetségkutató program bábolnai eseményeiről. Tudósításaink elsősorban a megye sport egyesületeiben focizó gyermekek tornáiról szólnak, a programnak azonban létezik egy másik ága is, mely az általános iskolákat érinti. Az intézményi Bozsik programban Bábolna a kisbéri körzethez tartozik, de sportcsarnokunk is gyakori helyszíne az eseményeknek. A körzetben 8 iskola és óvoda érintett, ők megosztva fociznak Bábolnán és Kisbéren. Itt is korcsoportok szerinti bontásban játszanak egymás ellen a kisdiákok, a rendezvényeken egymás elleni mérkőzéseket bonyolítanak le. Nem csak azok a gyerekek vehetnek részt a tornákon, akik valamely egyesület igazolt sportolói, hanem az iskolák és óvodák legtehetségesebb növendékei versenyezhetnek. A bábolnai iskolában is tanul jó néhány ilyen gyermek, velük kiegészülve a rendszeresen focizók remekül szerepelnek. Amint az Csongrádi Péter testnevelő, igazgatóhelyettes elmondta, a programban jegyzik ugyanaz egymás ellen elért eredményeket, de nem ez a legfontosabb tényező. A résztvevők ajándékokat is kapnak a tornák után, sőt a bábolnai labdarúgópályán lesz majd április végén egy záró rendezvény, ahol szép ajándékokat ígér a Magyar Labdarúgó Szövetség. NB1-es tekézőink március 7-én az Újonc Sárvár együttesét fogadták. Az ellenfél a középmezőny stabil csapatává nőtte ki magát, legényeinknek viszont minden egyes mérkőzés, megnyerés fontos lehet a kiesés elkerülése érdekében. Két egymást követő meccset megnyertek már tekézőink, ami bíztató eredményként hatott, ám egy héttel ezelőtt ismét kellemetlen vereséget szenvedtek. A Sárvár elleni első sor bábolnai dobói még 520-530 fa körüli teljesítményükkel jónak tűnhettek, de ellenfeleik egyikének 600 fa feletti eredménye már előre vetítette a vendégek esélyeit. Aztán becsúszott egy 500 fa alatti teljesítmény, illetve a többiek is éppen, hogy megdobták az 500 fát, amivel jelentős különbség alakult ki a két együttes között. Mindössze egyetlen csapatpontot szereztek tekéseink, valamint ütött fák tekintetében is jelentősen alul maradtak. A mai mérkőzés azt meg azt hiszem, hogy az kritikán alul, tehát ennyire gyenge teljesítményt én még nem láttam a csapatot ebbe az esztendőbe dobni. Keresik az okokat, de sajnos nem találom. Tehát én többször próbáltam beszélni a társasággal. Egyszerűen nem tudom, hogy mi segítene ezen. Ma szinte mindenki rosszul dobott, ilyen 5-30 volt a legjobb eredményünk, és 2-500 alatti fánk is volt. Hát ezzel nem lehet meccset nyerni, NB1-ben nem lehet meccset nyerni. Bábolna Ese, Sárvári Kinizsi 1-7, Ifi 1-3. Heti híradónk végén megköszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt a folytatásban is, viszontlátásra!